Antonovics János püspök méltatásával kezdődött a Bunyavác nap. Antonovics János a Bunyavác nemzeti mozgalom elindítója volt, és a népcsoport apostolaként, valamint annak öntudatát felébresztőjeként tartják számon a mai napig. Az egyházi méltóság élete során 200 nehéz sorsú Bunyavác gyermeket támogatott tanulmányaikban és kultúrájuk megőrzésében. A koszorúzáson a Bunyavác nemzeti tanács elnöke is képviselte magát. Bunyavci žive u tri države. Žive u Republiki Srbiji, žive u Hrvatskoj i žive u Mađarskoj. Od te tri države u Republiki Srbiji imaju svoj nacionalni savjet. U Mađarskoj su pokušali, evo sad koliko znam, četvrti put su pokušali da budu priznati kao nacionalna manjina, dok u Republiki Hrvatskoj velika većina ima hrvatski identitet. Hozzátette, baja Magyarországon kiemelkedik a Bunyavác népkörében. Baja je za nas izuzetno važan i bitan grad, prije svega zato što mi uvijek divanimo o bunjevačkom trouglu, trokutu, a u tom trouglu je jako važna Baja, dakle Subotica, Sombor i Baja. Treća bunjevačka varoš u kojoj je kad god kao i na ostalim istilom bilo jako puno bunjevačkog svita, pa čak i većina. A jövőben további oktatóanyagok készülnek a nyelv megismeréséhez. Evo već danas, kad se budemo vratili natrag, prikazat ćemo film Istorija bunjevačkog jezika. Dobar dio te istorije, dakle prostora na kojem je nastajao taj bunjevački jezik, zatim knjige koje su štampane, upravo su vezane za Mađarsku, tadašnju Austro-Ugarsku, vezane su za ove prostore i za ljude poput Ivana Antunovića koji je ovdje pored nas, koji su sa ovog podneblja. Szervezte. Természetesen a rendezők is megkoszorúzták az emlékművet. Az egyesület elnöke, Katymári László úgy fogalmazott, tudományos körökben többféle elmélet van a bunyavácok történetével kapcsolatban, de legtöbben az Obádovics professzorhoz köthető információkat követik.